Amikor Kedi kinyitotta a szemét, így kezdődik az az írás, amit nem sikerült befejeznie Anne Franknak a holokauszt egyik legismertebb gyermekáldozatának. A fiatalokat olvasásra és alkotásra bátorító kiállítás Bonyhádra érkezett. A fiatal Annie családjával 25 hónapon át bujkált a nácik elől egy titkos rejtek helyen Amsterdam belvárosában. Naplóját, ami 1947-es kiadását követően világhírűvé vált, 13 évesen kezdte írni, és egészen a rejtekhelyük elárulásáig és elhurcolásokig 1944. augusztus 1-jéig tartalmaz bejegyzéseket. Annie nem sokkal 16. születésnapja előtt halt meg a Bergen-Belseni koncentrációs táborban. A borzalmakat családtagjai közül egyedül édesapja Otto Frank élte túl. Neki adta át a lány naplóját az egyik bújtatójuk, aki elhurcolásuk óta őrizte azt. Talán a legnagyobb különlegesség ennek a kiállításnak, hogy nem elsősorban a történelemre koncentrál, hanem Annéra. A tizenévesre, aki olvas, ír, ambíciói vannak, nagy tervei a jövőre nézve, és felfedezi magában a tehetséges írót. Tehát a kiállítás elsősorban az ő korosztályát szólítja meg ezekkel a témákkal, és ezért is fantasztikus, hogy egy könyvtár ad lehetőséget a kiállítás bemutatására. Anne Frank, az író kamaszlány lelkesítő példája, közelebb viszi a gyermekeket az olvasás, az írás szeretetéhez, illetve példaértékűvé válhat a mai fiatalok számára a céltudatossága és a világra való nyitottsága miatt. Ez nem is titkolt célja a kiállításnak, hogy egy kicsit újra felkeltse az érdeklődését a mai korosztálynak a könyvek iránt, és hogy mennyire jó írni, kreatívan gondolkodni, megtalálni azokat a dolgokat, amik a saját érdeklődésünk gyökeri, adják, nem valamilyen másolt dolog. Tehát a könyvtár az szerintem erre egy fantasztikus teret ad, és a kiállításnak nem véletlenül ez a címe, hogy olvas és írja Anne Frankkal. Kiállítás Magyarországon 2014 óta járja az országot, szóval jó pár helyszínen vagyunk már túl. Egyébként nem csak könyvtárakba ajánljuk a kiállítást, nem általános iskolákba is nyugodtan. A célközönségünk az 9+, tehát 9 éves gyerekektől egészen a középiskola végéig. Nagyon jók a visszajelzéseink, tehát a középiskolások épp úgy élvezik a nekik szánt csoportfeladatokat, mint a kisebbek. Ezek nagyon sokfélék, vannak egyéni munkát igénylőek, vannak olyanok, amik inkább beszélgetősek, emberi okat érintőek, van, amik kimondottan kreatív írás, például Anne történetei alapján. A tárlathoz munkafüzetekkel is készültek a kiállítás szervezői, amelyen keresztül még jobban megismerhetik a fiatal lány történetét. Két korcsoportnak vannak munkafüzeteink, ezek az önálló munkát segítik, de van egy egyébként Magyarországon egyedileg Magyarországra készített csoportmunka csomagunk is, ami 12+ feladatot tartalmaz, és a helyi pedagógusok, könyvtárosok tudják a saját gyerekcsoportjaiknak ezeket, mint egyfajta menüről leválogatni, hogy kinek mihez van kedve és mihez affinitása. Egyébként nem csak gyerekeknek és iskolába járóknak ajánljuk, hanem felnőtteknek is, mindenkinek szerintem elindít valamit a gondolataiban, vagy felkelti újra az érdeklődését egy adott korszak, vagy akár egy olyan író iránt, akit Anne olvasott. Keveren tudják például, hogy magyar írótól is olvasott a rejtőzése 25 hónapja alatt, Harsányi Zsolt, aki a 30-as, 40-es években annyira népszerű író volt, hogy szinte azonnal lefordították hollandra, és Anne imádott olvasni. Csak nem 60 könyvet olvasott el a bujkálása idején. Tehát már ezek az érdekességek önmagában szerintem vonzóvá tehetik tulajdonképpen bárki számára a kiállítást, aki ide látogat. A kiállításnak egy nagyon fontos elemét képezi Anne naplóján kívül a meséiből vett idézetek. Talán nem annyira közismert az a tény, hogy Anne nem csak naplót írt, hanem meséket, esszéket, tündérmeséket, némiképp ilyen önoktató jellegű kis szösszeneteket is, illetve egy fikciós regény írásába is belekezdett, csak ezt nem tudta befejezni. Tehát ezek szintén nagyon fontos gerincét adják a kiállításnak, és ezek szintén elérhetőek magyarul Gera Judit professzorasszonynak a fordításában, Mesék és történetek a hátsó traktusból címen.